Karácsony előtt ismét interjú kötettel jelentkezik a Heti Válasz. A Bölcsek könyvében 12 művész, tudós, teológus és közéleti személyiség osztja meg életre szóló tapasztalatait, örömét, kudarcait. Juthat olyan szintre az elmeorvosi tudomány, hogy megtalálja a bölcsességnek az elmeorvosi kulcsát, a fizikai kulcsát? A kulcsot nem fogjuk tudni elérni, mert a kulcshoz meg kellene fejteni az embert egészében, az emberi létnek a filozófiai mélységeit, sőt akár még tovább megyek, az egyáltalán a létnek a lényegét megfejteni, azt pedig csak megközelíteni tudjuk. Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy, mert ilyen nincs, hogy matematikus gondolkodásmód, és én nem osztom a véleményt, hogy csupán matematikán keresztül lehet megtanulni gondolkozni, ez nem igaz. Mindenféle mással is el lehet érni ezt az eredményt. A matematika az csak azért szerencsés, mert valahogy az absztrakció és a konkrét között van, és valahogy tényleg a gondolkodásmódunkat valamilyen szinten ugye imitálja. Elmondható, hogy az emberi gondolkodás, az emberi bölcsesség a logikát kapja a matematikától leginkább? Hát nem csak logikát kap, hanem intuíciót is. Az, hogy a különböző részekből összeálljon a harmónia, ugyanúgy, mint a zenében. A zene az apropó tulajdonképpen arra, hogy emberi dolgokról, pszichológiai dolgokról beszéljek, egzisztenciális problémákról, amelyeket néha nem is tesznek fel maguknak az emberek, és egy bizonyos értelemben úgy váratlanul éri őket, hogy eljönnek egy hangversenyre, és gondolják, hogy hát persze lesz beszéd, és hát persze lesz a zeneszerzőkről szó, és a zenéről szó, és akkor egyszer csak olyan dolgokat fognak hallani, ami az ő saját privát életükre vonatkozik, az ő párkapcsolatuktól kezdve, az ő megmagyarázhatatlan boldog vagy boldogtalanságukig. Hogyha valaki egy pszichológus, vagy egy író, vagy egy pap kezd el beszélni nekik ilyen emberi dolgokról, akkor jó, hát ez a dolga. De a zenész kezdjen el belőle, olyan váratlanul érik, észre sem veszi, és talán nem is lesznek tudatosak róla, hogy ők most tulajdonképpen itt többet kaptak, mint magától a zenétől, mert ott azzal jönnek oda hozzá, hogy jaj, köszönjük, hogy mennyivel megkönnyítette nekünk a zenehallgatást. Nem is ez volt a célom, mert ahogy mondta Kodály, a zenét hallgatni kell.